Kevesen tudnak róla, de az Újpesti Önkormányzat szociális intézménye, gyermekek átmeneti otthona a Hajnal utca 15 szám alatt működik. Bepillantottunk a falak mögé. Talán kevesen tudják, de létezik egy intézmény Újpesten, ahol jelenleg 24 gyerek él szeretetben, vidámságban, törődésben. Ám mindezt ezen a bizonyos helyen mégsem szüleiktől kapják meg, noha lehet, hogy csak átmenetileg. Hiszen ez a hely, amiről beszélünk, az a Hajnal utca 15 szám alatti Újpest önkormányzatának szociális intézménye, gyermekek átmeneti otthona. Ez az intézmény, ez 10 éve áll Újpesten. A lakótelep közepén elég eldugott kis helyen, nem nagyon tudják, hogy ez hol van. Az Újpesti Önkormányzat tartja fenn. Bár a gyermekotthont az Újpesti Önkormányzat tartja fent, ettől független más kerületek nehéz helyzetbe került gyerkőcei is helyet kaphatnak benne. Mégpedig úgy, hogy az életük a lehető legminimálisabban változzon, iskoláik, óvodáik maradjanak a régiek. Még másik két kerület gyerekei is ide járnak mi hozzánk, itt kapnak szállást nálunk tulajdonképpen, teljes ellátást kapnak a családok. 0 éves kortól 18 éves korig kerülhetnek ide be, a legkisebb babánk most 3 hónapos, a legnagyobb meg 18 éves gyerek. 24 gyerek fér itt el, külön vannak a pici babák fönt az emeleten, a nagy kamaszok, iskolások azok meg az alsóbb szinteken foglalnak helyet. Aztán innét napközben elmennek iskolába, hazatérnek ide, mint egy kollégium úgy működünk tulajdonképpen. Olyan családok vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, akik kapcsolatban voltak már éveken át a családgondozóval, a gyerekjóléti központokkal, és egyszer csak olyan körülmények adódtak a családban, hogy nem maradhat a gyerek tovább otthon, veszélyeztetve van a gyerek, mert nincs fűtés a lakásba, mert nincs mit ennie, mert nincs ruhája, mert nincs felügyelet a gyerek körül, stb. Nagyon sok probléma szokott összeadódni, és akkor jutnak el egy olyan pontra, hogy megkérik a szülőt, hogy hozza be ő önként ide a gyerekét, és bízza ránk, ő pedig megkapja a családi pótlékot továbbra is, és lehetőséget arra, hogy egy év alatt rendezze a sorait, hogy a gyerek újra hazakerülhessen, vagy ha nem tud hazakerülni, akkor tovább menjen nevelő otthonba. Sajnos nem feltétlenül csak szociális segítőkön keresztül kerülhetnek ide mégsem lakók. Előfordultak már más esetek is, például, hogy valaki maga jelentkezett. Ezen kívül még két nagyon érdekes bekerülési mód van ebbe a gyerekotthonba. A kapu előtt áll egy gyerek, csenget éjszaka, és közli velem, hogy ő nem akar hazamenni. Ilyen gyereket nekem be kell fogadni 3 napra. A 3 nap alatt tisztáznom kell, hogy ez a gyerek miért döntött úgy, hogy többé nem akar otthon élni. Nagyon sokszor értelmiségi családok gyerekei nem bírják már tovább otthon azt, hogy hogy öli egymást a két elválni készülő szülő, és a gyerek elmenekül otthonra. Egy darabig csavarog, majd pedig valakitől értesül arról, hogy ide becsöngethet, ide jöhet, és akkor én őt befogadom. Minden esetben először a szülőt kell megtalálnom, és értesítenem arról, hogy a kiskorú gyereke itt van nálunk, és felvenni velük a kapcsolatot, akik azonnal ide szoktak rohanni, kétségbeesve, hogy miért is jött ez a gyerek ide be, majd pedig kiderül, hogy jobb neki itt, és maradjon itt, sőt, tovább szoktak kerülni ezek a gyerekek többnyire nevelő otthonokba. Ezen kívül még olyan anyukák is nagyon sokszor megkeresnek bennünket, akik valamilyen súlyos krízist élnek át,
Például ének idején megverte a férje, kidobta a gyerekekkel együtt, nincs hova mennie, akkor ha egy ilyen anyuka becsenget hozzám a két kis porontjával együtt, akkor én szállást kell biztosítsak nekik, stb. Arra, hogy ő védelmet kaphasson, ne az utcán kelljen töltenie az éjszakát. A gyermekotthon nem összetévesztendő az anya otthonnal, itt csak a kicsiknek van hely. Ebben a gyermekotthonban azonban remények szerint csupán egyenlőre. Jelen pillanatban nem maradhat a szülő az otthonba, mert nem alkalmas az intézményünk arra, hogy itt szülő is itt lakjon, de a jövő az afelé mutat, hogy szülővel együtt fogjuk majd befogadni a gyerekeket. Az intézmény ennek ellenére nem zárja ki egyáltalán a szülőket, sőt, épp ellenkezőleg. A lehető legtöbb lehetőséget igyekeznek biztosítani, hogy a kényszerhelyzetben is csemetéjük életének részesei lehessenek, persze aki szeretne. Amikor a gyerekeket ide behozzák a szülők, akkor megbeszéljük velük, hogy őnekik milyen elfoglaltságaik vannak, miben tudnak részt venni, mert itt nagyon fontos dolog az, hogy megtartsuk a szülő és a gyerek között a kapcsolatot. Tehát ha a szülő azt tudja vállalni, hogy ő viszi mindig óvodába a gyerekét, ő kíséri továbbra is oda, ahova eddig járt a gyerek, akkor én ezt biztosítom számára. Ha nem tudja, akkor mi ezt átvállaljuk. Ha akadályoztatva van bármilyen feladat ellátásában a szülő, akkor mi azt átvállaljuk. Tehát mint egy pótszülő tulajdonképpen úgy kell elképzelni a mi szerepünket, mindig azt lépjük meg, amire éppen szükség van. Az egy év után mindenféleképpen megnézzük azt, hogy mi történt. Összehívjuk újra az összes szereplőt, aki a gyerek körüli teendőkben részt vett, az osztályfőnököt, az iskolát, a családgondozót, a mi nevelőnket, a mi pszichológusunkat, stb. Az összes szakembert leültetjük egy helyre, és végig beszéljük, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, mit sikerült megvalósítani, mit nem, és utána hozzuk meg a döntést. Tehát nem úgy van, hogy automatikusan ez történik a gyerekkel, hanem előtte van egy elemző munka azért, hogy mit is sikerült a gyerek körül elérni. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy erre egy évenként került sor. Én a saját praxisomba azt az újítást hoztam be, hogy én 3 hónaponta ránézek arra, hogy mi történt a gyerekkel ebben a folyamatban, és ez több munkával jár ugyan, de sokkal több sikerélményhez juttat bennünket, mert hamarabb rendeződnek a dolgok, ugyanis a szülő nem felejti el a gyerekét. Mert hiába lakik a szomszéd utcában, azért az gyakran megtörténik, hogy a több hónapos gyerekét beadta anyuka, és elfelejtette, és fél év múlva látjuk legközelebb. Sajnos a legtöbb szülő nem tudja rendezni a sorait, hiába kap hozzá ilyen nagy segítséget az államtól, hogy egy évig ő kapja a családi pótlékot, mi meg eltartjuk a gyerekét. A legtöbb gyerekünk a szakellátásba, azaz nevelőotthonokba, nevelőszülőkhöz kerül tovább. Akik rendezni tudják a soraikat, azok meg hálásak és megköszönik, hogy besegítettünk nekik ez alatt az egy év alatt. Ez idő alatt pedig akár egy új világ is feltárulhat, teli új lehetőségekkel a gyerekeknek. De nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy átlagos nap menete. A napi rend az elég egyszerű. Reggel 6 órakor indul, este 6 órakor vacsoráznak a gyerekek. De eközben komoly logisztikai munka folyik itt, mert minden beutaló kerület, akitől hozzánk kerül gyerek, az ahhoz ragaszkodik, hogy a gyereket minél kisebb sérülés érje, tehát ha már változik a lakhelye a gyereknek, legalább az iskolája, legalább az óvodája, legalább a bölcsödéje ne változzon a gyereknek, az maradjon meg. Ami azt jelenti, hogy nekem a 24 gyerekem legalább 12 felé megy a reggel, és 12 helyről érkeznek be a gyerekek a legkülönbözőbb időpontokban, hiszen az egyik Kőbányára jár iskolába, a második a harmadik kerületbe, a bölcsődést viszik az ötödik kerületbe. Ki honnan került ide be? Tehát ez nagyon komoly feladat reggel. Napközben aztán csendesebb az élet, jön a tanulószoba, megérkeznek, fogadjuk őket, mint egy családba. Ugyanúgy, mi történt az iskolában, mi volt, mit kell előkészítsek holnapra, lesz-e úszoda holnap, kell-e az úszócucc, mit kell vinni, mutasd az ellenőrződet, mutasd az üzenőfüzetedet, leülünk mellé, tanulunk vele, délután szakkörök vannak, lemennek kézműves foglalkozásra, kerámia foglalkozásra, ha hétvége van, akkor hétvégén programokra visszük a gyerekeket. Most a téli szünetben 22 programon voltak a gyerekek. Hát otthon nem nyúlt el a gyerek ennyi felé. Tehát azért ezek a gyerekek nagyon komoly segítséget kapnak arra, hogy megnyíljon a világ előttük.
aztán a többi lehetőség az már a gyerekben van, hogy ő merre is indul el. Én azt gondolom, hogy minden gyerek egy lehetőség. Mindenkiben ott van a lehetőség, én így tekintek rájuk. Megmutatni valami más utat, valami más lehetőséget, fölcsillantani a reményt arra, hogy nem csak az van, amit ő otthon látott. Erre nagyon fogékonyak a kicsik, az óvodáskorúak, ők sokkal fogékonyabbak természetesen. A nagyoknál ez már egy nehézkesebb munka, de én még ott se adom fel.